Ez a jelenleg is működő nővérszálló Nyíregyházán. Az 1970-es években épült, mintegy 70-en élnek itt a kórház dolgozói közül. Itt pedig már az új nővérszálló épületére teszik fel a bokrétát. A megyei kórház intézményeinek 3200 szakdolgozója van, akik közül összesen 1800-an a nyíregyházi telephelyen látják el feladataikat. Ezek a számok is mutatják, hogy jelentősen megnőtt az igény a lakhatási lehetőségek iránt. Az új nővérszálló megépítése a munkaerő toborzásnál egy nagyon jó tárgyalási alapot ad majd a kórház számára, hangzott el a rendezvényen. Összesen 118 fő elhelyezésére alkalmas, két fő alkalmazása elhelyezésére alkalmas minigarzonokról beszélünk, van 23-24 négyzetméteres egyenként ez a minigarzon, teljes felszereltséggel, fürdőszobával, nyilván főzési lehetőséggel, a folyosókon lesz még ezen kívül mosási lehetőség, lennek pihenőszobák lesznek, úgyhogy nagy reményeket fektetünk a jövőbe, mert nyilván az ápolói hiányunk itt, főleg a nyíregyházi telephelyen még jelentős, és bízunk abba, hogy ha ez az épület elkészül, akkor a vármegye távolabbi településére is tudjuk már fogadni azokat a kollégáinkat, akik itt szeretnének dolgozni, mert a jelenlegi 76 fős nővérszálón már nem tudunk mindent igényt kielégíteni. Most is érezzük, szükség van erre az épületre. Nyíregyháza polgármestere az ünnepségen örömtelinek nevezte az új épület létrehozását, hiszen a beruházásnak köszönhetően az itt dolgozók közérzete jelentősen javulni fog. Lassan a kórház, a város a városban lesz. Itt a több üzenete van ennek, nyilván az itt dolgozók jobb megbecsülését jelenti ez is. Egy hiánypótló dolog, mert már a régi kapacitás férőhely nem elég, és hát nagyon jól illeszkedik ahhoz a programsorozathoz, ami 10-12 évvel ezelőtt elkezdtünk közösen. Azért mondhatom így, mert a város számára a kórház nagyon-nagyon fontos, és ezt kölcsönösen is mondhatom. És ugye nem csak a pólus valósult, meg a tömkórház, komoly eszközbeszerzések, műszerbeszerzések történtek. Az önkormányzat épített itt egy óvodát, ami nagyon fontos volt, régóta várt. Elkészült egy parkolóház itt mögöttünk. Most pedig a nővérszálló szemmel láthatóan ütemesen évvégéig elkészül, és beköltözhetnek az itt dolgozók. A Józsa András Oktató Kórház korábban a megyei önkormányzat fenntartása alatt állt, emlékeztetett a vármegyei önkormányzat elnöke. Sesták Oszkár azt mondta, öröm látni, hogy a korábbi fejlesztési tervek megvalósulnak. Egy újabb fejlesztés abban a több mint évtizedes fejlesztési folyamatban, ami a nyíregyházi kórház telephelyén elkezdődött. A kardiovaszkuláris központ, amire emlékszem először alelnökként még 2006-ban sor került ennek a fejlesztésnek, a eredményeképpen megépült új központra, és azóta olvassuk a statisztikákat is, nagyon sokat fejlődött a megyei ellátása szív- és érrendszeri betegségek tekintetében, akkor az volt a legnagyobb probléma. Aztán ugye akkor tömbkórházi fejlesztés, amely a legkomolyabb összegszerűen és minden szempontból, ami az onkológiai fejlesztést és más egyéb szakmákat helyezett új pályára. Aztán mondhatnám a parkolót is, akár az óvodát, és hát most egy nővérszálló épül, amely indirekt módon szolgálja a betegellátást, hiszen a szakdolgozóknak, orvosoknak, fiatal orvosoknak, akár orvos házaspároknak ad olyan lehetőséget, ami sokkal olcsóbb, mint egy nyíregyházi albérlet, hogy el tudják kezdeni az életüket itt Nyíregyházán. Vagy hogyha vidékről járnak be, akkor ki tudják itt pihenni a műszaknak a fáradalmait. Az új nyíregyházi szálló 1,1 milliárd forintból újul meg. Lengyel László, az egészségügy finanszírozásáért felelős helyettes államtitkár a rendezvényen elmondta, jelenleg 3 új nővérszálló épül az országban, de összesen 13 megyei kórház 15 szállója újul meg valamilyen formában, ezzel pedig 368 új férőhelyet alakítanak ki országosan.